Na, szevasztok, srácok, üdv! Üdv mindenkinek a mai streamben! Kicsit előbb kezdem a Surge-öt, mert ha sikerül befejezni így időbe, akkor utána Bencével nyomni fogjuk a Division 2-t, ugyanis ma beszereztük a Year Pass-t, a Year Pass 1-t, igen. Így elég sok minden megnyílt abban a játékban, úgyhogy mindenképpen szeretnénk megnézni azt. És hát ezért döntöttem úgy, hogy egy kicsit előbb kezdjük ezt az egészet ma. Meg hát ugye nem lesz egyszerű ez a boss fight itt a végén. De meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Úgyhogy hát tartsatok velem ma is. Final boss, final countdown. Úgyhogy vágjunk bele. Mert hogy ugye most már nem tudunk visszamenni, vagy hát vissza tudnék menni oda a bázisra. De egyelőre nem megyünk vissza. Majd ha nagyon nem megy, akkor itt kenjük neki. Jó, na szóval itt utolsó boss. Kenjük neki ahogy kell. Nagyjából megvan már ugye a taktika. Csak az a baj, hogy mindig elfogyasztom az összes életemet. És ez baj. Megszakadt a fajta. A pofán fog leszakadni, de nem tudom megvenni. Támadásra mindig úgy beszakadni. Egy perc néma csend, mert pont be akartam nyomni az életet. De ez a köcsög nem engedte, hogy basznám a falhoz. Szóval ez volt a meghalunk himnusz. Tartsatok el, nem megtetelt is. Hogy rohadjon meg? Húzzá, nem halt. Nem tudom, hogy éltem túl, de kaptam. Hú-hú! Hogy a pusztulat lehetje meg. Hátsó lába itt. Barna kutya. Itt marok mindenkire. Persze, hogy a tüskés sűrűsztő bele van. Okay.
Ja, hogy az ekkora élet, az 166. Oké, szóval, hogyha félig lemegy az életünk, akkor érdemes újra tölteni. Ezt is megtudjuk. Elvileg, ha nagyot ütök rá, akkor ugye többet sejtek. Na, köcsög! Mi volt ez az ugrás, mi? Hogy lett négy élet? Elvileg. Overcharge-olunk. Na és most lesz a szopók a nyalókkal, mert hogy ugye... Utolsó élet. Utolsó élet. Ne! Fellé, bassz meg! Az királyság. Kilencnyolcas level szint. Azt nagyon szépen megmondtam. Most. Ez király.
egyet kell. Elvileg az utolsó. Overrider! Az király! Na, most egyre jobban állok, mert hogy 6 életem van még útva. És most megpróbálom a nagy ütéseket. Leperálni. Oké. Látjuk mit ezt a cuccost. Come back! Yes! Kapta! Yes! Köszönöm. Na és ugye most kilőttük a rakétát, vagy tehát elindult ez a rakéta, ami, ha jól gondolom, most ezt a cuccot így kilőtte a világra, és akkor azért majd mindenki átváltozik ilyen. Launches are continuing, but we've been unable to reach anyone inside the complex. I need you to take a team there. Use drones and bots to do the exploratory work, but I want boots on the ground. I want a hardwire link established so we can view the feed as it happens. And get somebody up to low orbit. Our satellites there are picking up an unidentified particulate dispersal from the latest launch. It's inert so far, but it's completely different from their previous payloads. Payload. I want to know what it is. Payload. Mr. Secretary, we're in position. Secretary. Hardline established. We've sent in drone reconnaissance units as per procedure, but we so lost contact with them shortly after insertion. Katonákat, ugye, a Krio, hoz. Viszont ugye a Rutsesz az elvileg túlélte. Captain, I want another team in there right now. Szerintem túlélte. Aha. Valószínűleg túlélte a Rogue Process, ugye akit itt az előbb legyőztünk. Úgyhogy így kaptuk, vagy hát kapják majd. Illetve ugye itt van
Warren is, akinek úgy tűnik, hogy tönkrement ez az exoszuitja. És ugye hát igazából ettől tudtunk járni ettől a ruhától. És most úgy tűnik, hogy hát, csak húzunk. Na, srácok, sok idő kellett hozzá, de végül azért csak végig jutottunk a játékon. Kibaszott jó volt. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a játék. A története, imádtam ezt az exoszuitos dolgot. Tetszett benne ez a skill-es része, hogy a fegyvereket ugye fejleszteni kellett, a ruhát fejleszteni kellett. Illetve, hogy hogyan szerezzük meg a fegyverek, igen, a páncéloknak az egyes részeit. És ugye itt a végén szegény Warren, hát a kerekes székét azért elérte. Úgyhogy nekem kurvára tetszett ez a játék. Kicsit talán az volt így a main játékban a negatív, vagy hát két negatívum, így az egész játékkal kapcsolatban, ugye nagyon kevés boss volt így a main játékban, azt hiszem 6 vagy 5, most én sem tudom pontosan, viszont a DLC-kkel azzal nagyon-nagyon jót tettek a játéknak, tetszett ez a vidámparkos rész, hát ez valami eszméletlenül jó volt, illetve ez az arénás téma is, ugye ez a vadnyugatos rész is elég vicces, és tök jó cuccokat lehet szerezni. A másik negatívum, ami az most csak a saját nevembe beszélek, ez a shortcutos liftes, exoliftes cucc. Hát ez valami botrány volt néha, hogy annyira el lehetett tévedni, hogy úristen. És ez így, wow. Azt annyira nem hiányolom a játékból. Vagy hát nem akartam annyira a játékban. Viszont tényleg a maga a játék az csillagos ötös, úgyhogy hát én mindenkinek ajánlom, aki szereti az ilyen Souls-like gémeket, illetve szereti az ilyen sci-fi-orientált játékokat. Úgyhogy én már nagyon-nagyon várom a második részt. Tartsatok velem majd abban is. Most pedig egy kis pár perces szünetre elmegyünk. Én elmegyek, és jövünk Bence bácsival a Division 2-vel. Úgyhogy köszi srácok még egyszer, hogy itt voltatok, és remélem, hogy tetszett az a végigjátszás. Próbáltam azért mindent lefedni benne, amit lehet. Úgyhogy még egyszer köszi. Szevasztok. Most én nem fogom megvárni itt a végét, elszkippeljük. Elszkippelem az. Jó. És nincsen a végén semmi. Na! Akkor egy pár perc szünet, aztán jövünk vissza a Division 2-vel. Addig is szevasztok!